tartsanak ma este is Frey Tamással. Egy egzotikus arab ország, ahol mindenki késsel jár. Jemen. Hasba is szúrnak ezzel valakit? Nem, csak vész esetben. Nézzük meg, mindenkinek késő van. Az amerikaiak szerint sokáig itt bujkált Osama Bin Laden. Osama Bin Laden egyik közvetlen parancsnoka használta a műholdtelefonját itt Jemenben. A CIA bemérte. Frey Tamás ma este elviszi önöket abba az országba, ahol pár év óta szabadon engedik az Al-Qaida tagjait. De vajon miért? Eddig 420 elfogott Al-Qaida taggal volt teológiai vitám, és közülük 364-et engedtem ki a börtönből. Katonai ellenőrzőpontok, testőrökkel járó turisták, évszázados kultúra és szegények tömegei. Rengeteg gyerek van, és ez is ugye mind oda vezet vissza a szegénységhez, a nyomorhoz. Tényleg itt, ilyen országokban születik az öngyilkos merénylők elvadult gyűlölete, és tényleg csak háborúval lehet megoldani a terrorizmust? Ma erre keressük a választ. Önök Frey Tamás műsorát látják. Érdekes emberekről, izgalmas kalandokról és különleges helyszínekről. Ez a Dosszié. Egy műsor, amely kitekint a világra, mert a széles látókör mindenkinek jár. Íme tehát Frey Tamás. Jó estét kívánok! A vitát folytatjuk. Egy hónappal ezelőtti műsorunk óta rengetegen írtak nekünk levelet, e-mailt, és vitatkoznak önök, nézők arról, hogy végül is valóban fenyegete minket, magyarokat a terrorizmus, és ha igen, akkor mi a teendő? Azt kellett tennünk, amit az egy hónappal ezelőtti műsorban láttunk, amelyet ugye Izraelben forgattunk, hogy kiképezzünk mi magyarok is profi antiterrorista katonákat és elhárítókat. Így kell ezt majd megoldanunk, ha esetleg Magyarországon is jelentkezik a terrorizmus drasztikusan úgy, mint például Londonban néhány hónappal ezelőtt, vagy át kellene gondolnunk ezt az egészet, végig gondolnunk a globális világ igazságtalanságait, és valahogy megértenünk a terrorizmust, hogy honnan is ered, és valahogy így megoldani a helyzetet, végig gondolni szegény és gazdag országok helyzetét, azt, hogy nem minden arab születik olajországokba, és közlekedik Rolls-Royce-szal. Úgyhogy gondolkodjunk ma este együtt, tartsanak velem egy ritkán látott, zűrös, de kalandos országba, az Al-Qaida egyik fellegvárába és hátországába, Jemenbe. Oldalai tapozgatnánk. Nézzék a szemeket, a tekinteteket. Szerszám nélkül, puszta kézzel falat vakoló emberek, fekete csador mögé bújt asszonyok és iskola helyett az utcán lézengő gyerekek. Jemen, Osama Bin Laden egyik hátországa ez. Az az arab ország, ahol az Al-Qaida talán a legtöbb harcosát toborozta. Ha ma már nem is, de pár évvel ezelőtt még mindenképpen. Egy ország, ahol semmi sem úgy van, ahogy azt mi újságokat olvasva és a világot leegyszerűsítve Európában gondoljuk. Kezdjük mindjárt az elején. Még ott sem vagyunk, de már is furcsa és gyanús minden. A Jemenbe tartó repülőgép ugyanis szinte kiürül Kairóban, amikor tankolunk. Mindössze páran maradunk, pedig Európából hetente összesen csak néhány járat indul a 20 milliós országba. És hát ez lenne az egyik. Mégis majdnem üres a gép, láthatóan csak páran vállalkoznak a kalandra. Mert hogy ez tényleg az. A 20 milliós országban európaiként sokak szerint jobb testőrrel járni, az embereknél ugyanis 60 millió kézi fegyver van. Ez persze egyáltalán nem meglepő, hiszen pont a repülőn olvastam, hogy előző héten a jemeni biztonsági szolgálat katonái 50 embert lőttek le az utcán, amikor azok a benzin áremelés ellen tiltakoztak. Itt ilyenek a viszonyok. Megérkezve aztán a fővárosba, Szánába, a szálloda ajtajában fémdetektor fogadott, és udvarias felszólítás, hogy a fegyvereket mindenki hagyja kint, a hotel ugyanis fegyvermentes övezet. Magyarországról érkezve, gondolom ebben egyetértünk, ez azért furcsa világ. A polgárháborúk dúlt a Jemen utcáin, szinte mindenki fegyverrel jár.
A vidéki területeken kalasnyikov vagy vadászpuska dukál, de még a főváros legbelsejében, az ottani Váci utcában is minimum kés van mindenkinél, bár szerencsére a többségnél ez ma már inkább csak népviselet. Neki is van kés az övében, ne haragudjon, megmutatná a kését? Vedd csak ki, és mutasd meg neki, mennyire éles. Tetszik neki, hogy kés van már. Elég éles, mindenkinek van. Nézzék meg, ott őnek is mindenkinek kés van. Ne haragudjon, csak egy pillanatra. Kicsit be van szorulva. Húzd ki, látod, hogy meg akarja nézni a késedet. Mindenkinek kése van. Önvédelemre használják? Nem, ez vacak. Nézze az enyémet. Oké. Meg akarja esetleg venni? Nem, de hogy hasba is szúrnak ezzel valakit? Nem, csak vész esetben. Nézzek meg, mindenkinek kése van. Oké. Inshallah. Ezek után alig ha meglepő, hogy már majdnem két napja voltunk Jemenben, amikor az első turistának látszó európaival találkoztunk. Where are you from? From Hungary, vagyis Magyarországról. Magyar? Igen. Komolyan? Frey Tamás vagyok. És mit csinál itt? Attila. Mit csinál itt? Na most éppen egy nap turista vagyok. De amúgy? Amúgy dolgozom. Mit? Az olajiparban. A szervizelcsinő mérnökként. Hát, íme Mester Attila Szolnokról. Amerikai olajcégeknek dolgozik, olajfúró mérnökként. Már 11 éve él a térségben, Irán, Szíria, Katár, Omán és Jemen munkavállaló pecsétje szárad az útlevelében. Azt mesélte, hogy az olajfúró tornyoknál tilos felfegyverkezve dolgozni, ezért aztán a kalasnyikovokat a jemeniek mindig a bejáratnál hagyják egy konténerbe. Pár éve viszont még így is megesett a baj. Dolgozgattunk a kuton egy nap, hirtelen jött a hír, hogy a következő berendezésnél, olyan 40 kilométerre tőlünk, lelőttek 4 embert. Na most a 4 ember az amerikai, kanadai, jemeni, és mondjuk a berendezés vezetője volt, meg szóval vezető emberek a berendezésnél, tulajdonképpen egy asztalos. Akit kirúgtak a cégtől, kiment ugye a kapunál lévő konténerhez, ami tele van a gépviszonyokkal, vette a sajátját, visszament az irodába, és aki bent volt, azt lelőtte. Miközben Attila történeteit hallgatjuk, az alatt nézzenek azért körbe az ezer éves szánában. Íme az arab világ legnagyobb, sértetlenül megmaradt óvárosa. A várfalon belül 100 000 élnek, minimum 400 éves, vagy még annál is régebbi épületekben. Egykor a mesés kalandjairól és szerelmeiről ismert Sába királynő idején gyönyörű palóták álltak itt színes alabástromablakokkal. Ha nem lenne itt mindenkinél fegyver, nos, akkor valószínűleg ellepnék a turisták a várost, mert a Közel-Keleten ez lenne az a hely, ahol mint egy időutazáson úgy lehet visszasétálni a történelem elmúlt évszázadaiba. De hát Jemen nem turista paradicsom, itt sajnos a mi szemünkkel nézve elég kilátástalan minden. Nézzék meg, hogy milyen sok gyerek van körülöttünk. Afrikai számok vannak, tehát átlagosan egy családban 7 gyerek van. Ez az arab világnak majdnem a háromszorosa, legalábbis a gazdag arab világnak, az olajországoknak, de még a többinek is, mondjuk Szíriának, ahol nemrégiben jártunk, is a kétszeres. Ezek afrikai számok, rengeteg gyerek van, és ez is ugye mind oda vezet vissza a szegénység. Három gyereke. De ő még fiatal ember. Aha, és neked hány testvéred van? Nekem? 5 fiú testvérem és 4 lány testvérem. Szóval összesen 9. 10. vagyok. Nem vagy a 10. Jemenben, melynek nyugati partját a Vörös-tenger mossa, milliók nyomorognak és élnek olyan körülmények között, mint amit most körülöttem látnak. A szomszédos kontinensen, a Vörös-tenger túlpartján, Afrikában a vallás, a kultúra és a múlt mindezt letompítja. A többség az ilyen életet ott beletörődve tűri. Itt az arab világban viszont mindez indulatokat és dühöt szül. Sokan utálják Amerikát, a nyugat szimbólumát és mindenkit, aki gazdag, de legalábbis innen ezekről az utcákról nézve gondtalan életű.
Luke, amikor a tévében Amerikát látod, mit gondolsz az ottani emberekről? Én? Igen, te. Azt, hogy ők gazdagok, ti meg szegények? Igen, ezt. És nem szeretem őket emiatt. Mi nagyon szegények vagyunk. Szóval csak emiatt nem szereted őket, igen, mert pénzük van. Tudod, ez óriási különbség, az ő életük, a szép autóik, a tiszta utcáik, mi pedig itt vagyunk a koszban, szegénységben. Ez a két ország között a különbség. De miért kell emiatt utálni őket? Jemen nem őt tették szegényé. De igen, az egész világ utálja őket. Hát ezzel így nehéz vitatkozni. Sétálva az utcákon eszembe jutott, amit Jemenről olvastam, hogy a világ egyik legszegényebb és legkorruptabb országának tartott Jemenben a kilátástalanság miatt évente, legalábbis amerikai becslések szerint ezrek csatlakoznak az Al-Qaida fegyvereseihez. Miközben mi Európában azt hisszük, hogy szigorúbb határellenőrzéssel megoldható a terrorizmus problémája, nos közben a CIA becslései szerint Jemenben és más iszlám országokban ma már összesen legalább 50 ezer tagja és több százezer szellemi követője van Osama bin Laden szervezetének. A felszín alatti szegénységet látva ez persze aligha meglepő. Képzeljék el például, hogy a kávé termelő Jemenben a helyiek már évszázadok óta, ez már szinte tradíció, csak a kávé héját isszák meg. Jemen kávé termelő vidék, emlékeznek, itt van az a kisváros, amit úgy hívnak, hogy Mokka, Mokkás kanál és a Mokkás csésze. Ez a kávé, de ez tulajdonképpen nem a kávé, mert amikor elkezdik megpörkölni a kávészemet, akkor a héja lepattog, amit mi elméletileg kidobunk, ők azt darálják meg, azért kávészaga van, de alig, és ők ebből isszák a kávét, mert szegények, tehát ők a magát a kávét azt el kell, hogy küldjék külföldre, tehát exportálják, abból van jövedelmük, és miközben ez egy kávétermelő vidék, Mokka, ők csak gyakorlatilag a héját isszák, és ezért teszik bele a gyömbért. Nézzék csak, ez a kávé, jemeni kávé, itt van, pontosan, ez a héja. Tehát maga a kávészem az nincsen benne, az elment külföldre. Azt hiszük mi meg otthon, és ők csak a héját, amit mi kidobunk. Csoda ezek után, hogy itt bármi megtörténhet. Mintha egy hollywoodi film díszleteiben lettem volna, úgy éreztem magam Jemenben. Itt kenyeret vásárolni színes, csadoros, fekete kesztyűs nőktől szinte szürreális élmény. Kőedényben főtt darált borjú hús jár hozzá, mintha nem is abban a században és azon a bolygón lennénk, ahol ma 2005-ben Magyarország található. Pénzt váltani amúgy a legnagyobb kaland Jemenben, főleg az ilyen bódé bankokban, ahol a pénzváltó néha még könnyű kábítószerrel is megkínál. Most jön az alkudozás része. Ah-ah! No. Apró! No. $100. Kis címlet. Kis címlet. Érdekes, kisebb címletért kevesebbet ad. Mennyi? Legyen 192. Nem. Egyébként, ami a szájában van, csak mondom, 190. Az a kis zöld, amit ő rág, az a kvát, az egyszerűen kábítószer, a kávé ültetvények átálltak, és már nem kávét termelnek rajta, hanem ezt a kvátot. This is kvát. Ez egy zöld levél, nézzék csak meg. Ez kábítószer, de szó szerint, tehát ettől el lehet úgy kábulni, de hát ez egy ilyen ország, ahol ezt lehet rágni. Így rágja, nézzék csak meg, így. Azt hiszem, hogy aki innen kijut és nekivág a világnak, azok közül páran aligha lesznek a mi normáink szerint is törvénytisztelők. Az emberrablások és a túlszejtések korábban hírhedtté tették Jemen nevét. Az akkori több mint 100 esethez képest ma már szinte alig történik ilyen, bár épp ott jártunk, akkor ejtettek túszul egy parlamenti képviselőt, tehát ugye ő nem külföldi. Ennek ellenére, persze lehet, hogy csak az előítéletek alapján, Jemen még mindig szerepel a világ legveszélyesebb országainak listáján. Úgyhogy jobb óvatosnak lenni. Mester Attila jemeni élményei sok mindenről szólnak, emberrablásokról, furcsa útlevelekről, sok mindenről. A repülőtéren álltunk sorba, hogy az útlevelet ellenőrizzék, akkor előttem egy arabos arcú férfi és a felesége, az teljesen beöltözve egy gyerekkel, egy magyar útlevelet dugott be. Hát nyilván megkérdeztem, hogy hát magyar. A válasz az valami nagyon tört magyar szavakból állt, és kicserélte az útlevelet egy másik útlevélre. De szóval ebből azt következtetem, hogy valóban innen is, vagy bárhonnan, aki ilyen mondjuk Al-Qaida akciókra képes és tetrekész, az eljuthat bárhova.
Hát persze. Akár még magyar útlevéllel is, tehát még azt se állítom, hogy nem. De ami érdekes, és itt járkál, most nézzük meg, itt járkál a fegyveres őr. Ezek a kék egyenruhások kik egyébként? Hát nem hiszem, hogy... Ja, látom, hogy micsoda, sőt, jobbat mondok. Nézzék meg, most a nézőknek mondom, turisták. Egy-kettő turista, nézzék meg, hogy hány fegyveres őr van. Három fegyveres őr kísérgeti. Az igazi Jemen persze nem az ottani Váci utcában köszön ránk, hanem amikor elhagyjuk a fővárost és vidékre megyünk. 6 magyarországnyi Al-Qaida vidék, mondják az amerikaiak a végtelen tájról, a sok ezer méter magas hegyláncokról. A CIA sokáig azt feltételezte, hogy személyesen Osama bin Laden is itt bujkál valahol. Ma már viszont inkább Szomáliára vagy az afgán-pakisztáni határvidékre gyanakszanak. Ki tudja. Itt minden esetre múlt századi törzsi viszonyok várják azokat, akik megfelelő papírok birtokában és persze útvonal engedéllyel elhagyják Szánát. A fővárost ugyanis katonai ellenőrző pontok veszik körül minden irányból. Ilyen ellenőrző pontok vannak 10-15 kilométerenként, most megpróbáljuk ezt egy kicsit fölvenni. Ha egy kicsit elnéznek, ott gyakorlatilag gép ágyú van. Központi engedély kell, önnála van itt az engedély. Üdvözni. Ilyenkor persze félre kell állni, kiszállni és a katonáknak mindent elmagyarázni, de ez legfeljebb csak abból a szempontból érdekes, hogy miként is megy a filmezés a világ zűrösebb helyein. Nézzék a két katona arcát, a fegyvereiket, a zilált helyszínt és a tekintetüket. Bevallom, a magam részéről én szeretek az ilyen dolgokon gyorsan túlesni. Beérve a hegyek közé, az európai utazót lenyűgözi, de egyúttal meg is döbbenti a végtelen táj. A sok száz éves falvak és kisvárosok a modern világtól itt még mai szinte teljesen elzárva élik mindennapjaikat. Ideális terep elbújni és visszahúzódni. A szovjetek elleni afgán háborúban rengetegen harcoltak erről a vidékről. Az afgánokat segítő külföldi harcosok kétharmadát ugyanis itt toborozták, az amerikaiak és az angolok, ugye, csak hogy értsük a helyzet kuszaságát. Mindenre elszánt militáns muszlimként, akiket mudzsahedinekként ismert meg a világ, és akik Osama bin Laden parancsnokság alatt harcoltak Afganisztánban. Amikor hazatértek hazájukban, nos, akkor indult világhódító útjára az Al-Qaida, mert sokuknak még mindig Osama bin Laden parancsol. Kaukabánban vagyunk egyébként a helyi szálloda főbejárata előtt. Akit arabul hallanak beszélgetni, nos ő Szatmári Tibor. Mielőtt a magyar kormány tavaly úgy döntött, hogy bezárja külképviseletünket Jemenben, nos előtte 17 éven át Szatmári Tibor volt itt a misszióvezető. Saját magát vezette amúgy és a feleségét, mert hogy összesen kettőjükből állt a magyar képviselet. Amikor az afgán történetnek vége volt, akkor ez egy... Onnan jöttek vissza, ugye? Ez egy visszavonulási lehetőség volt. Rengeteg jemeni harcolt ott, tehát ugye azért szokták mondani, hogy az Al-Qaida az részben afgán, részben jemeni, mert ott nagyon sokan harcoltak jemeniben. Hát mások mellett jemeniek is természetesen, szegény családoknak a tagjai eljutottak oda. Azt tudjuk, hogy mennyien? Ezrek, tízezrek, tehát a nagyságrend körülbelül az mennyi? Körülbelül ez a nagyságrend, körülbelül az utóbbi. A tízezres. Igen, körülbelül. Aha. Ugye azért úgy nézegetem, hogy egy ilyen kis elképesztő sikátorok, szóval ott az ott egy ajtó gyakorlatilag, ha jól látom, nem? Ez így igaz. És így jól el lehet menni, szóval ezek milyen régi települések? Ezek nagyon-nagyon régi települések. Ezek az emberek már több évszázada így élnek, és szerintem így fognak élni még jó néhány évig, évtizedig. Az az érzésem, hogy ez a fajta építkezési stílus, ez mondjuk nem függ össze azzal, ami az Al-Qaidával történt, illetve az Al-Qaida összefüggése az nem igazán releváns, mert ez történelmileg alakult de ki. De bujkálni remek itt, gondolom. Tehát most én nem gondolom illetlenség, nem lehet itt bemenni, de ez egy régi épület, ez ugye az ajtaja, most hogy mindenki felszívódott egyébként, ahogy itt vagyunk. Hát szóval itt azért házról házra kéne menni, és mondjuk ez egy 6 magyarországnyi terület, nem? Nem kell félteni a jemenieket, mert azért az lehet, hogy látszólag úgy tűnik, hogy itt lehet bujkálni, de azért a jemeni családok, az itt élő emberek vigyáznak arra, hogy azért rossz szellemű emberek ne nagyon keveredjenek közéjük. Hát jó, hát az a kérdés, tudod? Hogy ők itt tekintenek rossz szelleműnek. Lehet, hogy te vagy a rossz szellemű. Nem kell őket félteni. Meg én vagyok a rossz szellemű. Nem kell őket félteni.
Osama Bin Laden egyik felesége jemeni, úgyhogy már csak ebből kiindulva is a CIA azt feltételezte, hogy elképzelhető, hogy itt bujkál valahol Jemenben, vagy hát ha nem itt, akkor az afgán-pakisztáni határon, de mondjuk itt körbenéznek, most fönn vagyunk 2600 méter magasan, így néznek ki a települések, én még itt látom a párnát is, és bármit szól. Itt annyi hely van ezekben a romos épületekben, ahol bárhol el lehet bújni, és hát kitalál itt meg bárkit is valahol fönt a hegyekbe. Jemen 6-szor akkora ország, mint Magyarország, és hát igazából alig működő infrastruktúrája van. A CIA együttműködik a jemeni kormányzata, csak nézzenek oda ki, hogy mekkora hatalmas hegyek vannak a távolban, és itt kell mindent figyelni. Ugye Osama Bin Laden műholdtelefont használ, a jemeni vezető és az Al-Qaidának azt használnak, és egyszer azért előfordult, nagyon messze, mondom, nagyon nagy ország, 700 kilométerre ide, de körülbelül ilyen terepviszonyok között, mint amit ott látnak, hogy mégis autóban, terepjáró autóban ülve Osama Bin Laden egyik közvetlen parancsnoka használta a műholdtelefonját itt Jemenben. A CIA bemérte, és egy helikopterről, mert hogy használhatják itt az amerikaiak a helikopteréket, berepülhetnek ebbe az országba egy Hellfire rakétával, itt körülbelül ilyen terepen és ilyen körülmények között kilőtték az autót, és 5 vezetője az Al-Qaidának itt halt meg. Jement egyébként a statisztikák szerint a világ egyik legveszélyesebb országának tartják, azonos kategóriában van Irakkal, ami kapcsán én azért úgy érzem, hogy ez egy kicsit túlzás, és megint csak azt bizonyítja ez a kategorizálás, hogy a nyugati világ, beleértve minket magyarokat is, mennyire szereti a leegyszerűsítéseket és a sztereotípiákat. Ha egyszer valamit rásütnek egy országra, az rajta is marad. Sok esetben ezt mi magyarok is, Magyarország kapcsán is érezzük sokszor. Most pedig a kérdés, ami az egész világot izgatja. Tényleg küldenek az amerikaiak elfogott terroristákat jemeni börtönökbe, és ott tényleg kínozzák arabokat? A kihallgatási technika nagyon szakmai kérdés. Ha a jemeni oldal valamilyen módszert jónak lát, akkor miért ne használná? Pár perc múlva a reklám után az is kiderül, hogy milyen bombákat kötnek a testükre a mindenre elszánt öngyilkos merénylő. Néha 2000 anyacsavart tesznek a 12 kilós övbomba mellé. És persze jön az a főbíró is, aki az elmúlt években több száz Al-Qaida tagot engedett szabadon jemeni börtönökből. Vajon miért? Most tehát reklám, maradjanak itt a TV2-n, néhány perc alatt folytatjuk Jemenben. Önök Frey Tamás műsorát látják Jemenből. Egy 20 milliós arab országból, ahol az embereknek összesen 60 millió fegyvere van. Önök Frey Tamás műsorát látják. Érdekes emberekről, izgalmas kalandokról és különleges helyszínekről. Ez a Dosszié, egy műsor, amely kitekint a világra, mert a széles látókör mindenkinek jár. Íme tehát Frey Tamás. Még egyszer jó estét kívánok. Visszatérünk Jemenbe, egy 20 milliós arab országba, ahol ugye 60 millió kézi fegyver van az embereknél, ezt főleg azoknak mondom, akik most csatlakoznak hozzánk a reklámblokk után. A kérdés ma este az, hogy lesz-e energiánk és figyelmünk nekünk egy pici ország lakosainak arra, hogy kialakítsuk a saját véleményünket a világról, például az arab világról, a terrorizmusról, vagy mint egy előre gyártott hamburgert egyszerűbb nekünk, hogyha benyeljük azt, amit a nagy országok letolnak a torkunkon. Jement, pontosabban a 27 éve sokak szerint kis királyként uralkodó államfőt cinikus nyugati elemzők szerint pár évvel ezelőtt megvásárolta Amerika. A reklám előtt már látott Szatmári Tibor, aki 17 évet élt Jemenben, ezt kifejezetten tagadja. Szerinte az államfőt, akinek arcképét szinte mindenütt ott látni az országban, kifejezetten szeretik a jemeniek, mert ő úgy véli, Szálek elnök 3 évtized alatt rengeteget tett az országért. A cinikusok erre azt mondják, hogy furcsa az az ország, ahol a több párt rendszer ellenére az elnököt legutóbb is 95%-os többséggel választották újra. Jemen rengeteg pénzt kap Bush amerikai elnöktől, hogy segítse a terrorizmus és az Al-Qaida elleni harcot. Az amerikai segélyek, hitelek és fejlesztő programok értéke sok-sok millió dollár. Csak hogy értsék, manapság a különböző segélyek érkezzenek bárhonnan is, Európából vagy éppen Amerikából,
jelentős tételt tesznek ki a jemeni állami költségvetésben. Így aztán Jemen ma már tényleg nagyon igyekszik. A jemeni mecsetekben bezárták például azokat az iszlám madrasszákat, vallási, teológiai iskolákat, ahol szélsőséges Al-Qaida szimpatizáns papok Amerika és a nyugati világ ellen úszítottak. Felálltak a már látott katonai ellenőrzőpontok, elkobozták a fegyvereket, lecsukják a terrorista gyanús elemeket, információkat adnak róluk Amerikának, sőt, nyugati, főleg angol lapok oknyomozó újságírói szerint a jemeniek amerikai kérésre, néhány más közel-keleti és közép-ázsiai országhoz hasonlóan még kényszervallatásokat is végrehajtanak. Amit ugyanis amerikai börtönökben emberjogi szempontból tilos, azt miért ne lehetne megtenni nehezen ellenőrizhető jemeni börtönökben, főleg ha Amerika, Jemen rossz akarói szerint fizet érte. Ki tudja, minden esetre hiába kérvényeztem, nem engedtek be egyetlen jemeni börtönbe sem, mint ahogy a kínvallatásokról szárnyra kapott hírek óta a világ egyetlen tévétársaságát sem. A jemeni külügyminiszter helyettes, aki ezt csak alapos biztonsági ellenőrzések és katonai átvilágítás után engedtek be, nos, ő persze vehemensen cáfolta a bekötött szemmel amerikai katonai repülőgépeken Jemenbe szállított arab terroristák kényszervallatásáról szóló híreszteléseket. Ez hamis és félrevezető információ. Azt tudom önnek mondani, hogy eddig nem érkezett hozzánk senki Guantanamo-ról, az amerikaiak terrorista börtönéből. Onnan még senkit sem küldtek Jemenbe. Ön láthatóan okos politikus, és a válasza nagyon trükkös volt, hiszen ön azt mondta, hogy nem érkezett senki Guantanamo-ról, de máshonnan sem. Nem érkeztek olyanok, akiket az amerikaiak fogtak el. Jó, és akiket mások kaptak el? Ilyenek sincsenek. Önök kihallgatják a jemeni börtönökben fogvatartottakat? Természetesen, ha bármilyen terrorcselekménnyel vádolják őket, és a vádak valóságosak, akkor kihallgatjuk őket. Más módszerrel hallgatják őket, mint az Egyesült Államok mondjuk? A kihallgatási technika nagyon szakmai kérdés. Ha a jemeni oldal valamilyen módszert jónak lát, akkor miért ne használná? Ez részletkérdés. A legfontosabb számunkra az eredmény. És nem az emberi jogok. Senkit sem kínzunk a börtöneinkben. Rendben, de akkor miért nem forgathatnak tévéstábok a börtönökben? Ez olyasmi, ami itt nem szokás. Hogy is mondjam, csak tévéseket vinni a börtönökbe, és hagyni, hogy beszéljenek a bent lévőkkel, akik bűnösök. Vagy ha még nem ítélte el őket a bíróság, akkor arra várnak, hogy vádat emeljünk ellenük. Nos, ez nálunk nem szokás. Ha ártatlanok, akkor meg úgy is adnak interjút, miután kiszabadulnak. Rendben, akkor még egy kérdés. Ha önök a börtönökben folytatott kihallgatások nyomán információkhoz jutnak, megosztják ezeket az Egyesült Államokkal? Természetesen igen. Ha ez az Egyesült Államoknak vagy bármely más országnak hasznos. Semmit sem titkolunk. Hát, ez van. Az amerikaiakkal együttműködő külügyminiszter helyettest hallgatva ezek után gondolom meglepő, hogy a komolyabb testőrség nélkül egyetlen katonai kísérővel és hatalmas terepjáróban közlekedő úr, amerikai pénz ide vagy oda, személyesen is támogatja az amerikaiakat kifejezetten irritáló új jemeni börtönpolitikát, most kapaszkodjanak meg az Al-Qaida tagjainak szabadon engedését. Mert hogy bármilyen hihetetlen is, de mégis igaz, Jemenben manapság már százával engedik ki a börtönökből az elmúlt években nagy nehezen elfogott Al-Qaida tagokat. Sötét folyosókon és kalasnyikovos testőrökön keresztül vezetett az út a szabaduló leveleket aláíró Hamoud al-Hitarhoz. Ő a szánai fellebbezési bíróság elnöke. A szemüveges, övében díszes kést hordó főbíró az amnestia-szerű szabadlábra helyezések szellemi atya. Ő találta ki, hogy előveszi díszes, aranykötésű korányját, és teológiai vitákban meggyőzi a börtönbe csukott Al-Qaida tagokat. Meggyőzi őket arról, hogy a Korán tanításaival igenis ellentétes a terrorizmus. Azok az Al-Qaidások pedig, akik megígérik, hogy megbánva bűneiket mostantól a Korán elvei szerint élnek, és többet nem gyilkolnak, nos ők akárhány éves börtönbüntetést is szabtak ki rájuk korábban, szabadon távozhatnak. Hát ehhez mit szólnak? A Koránban fontos szerepe van, hogy tilos gyerekeket, asszonyokat, időseket ölni. És hogy csak olyan ország ellen szabad háborúzni, amelyik megtámadott minket. Igaz hitű muzulmán csak a hazája védelmében ragadhat fegyvert.
Ezt szoktam a terroristáknak és az iszlám milicistáknak mondani, akik miután végig gondolják ezt, egyetértenek velem és megbánják bűneiket. Bin Laden. De hát Osama Bin Laden épp azt állítja, hogy Amerika kezdte. Amerika támadta meg Afganisztánt és Irakot, vagyis épp ezért szerinte jogos a mujahedinek harca, hiszen ez önvédelem, az iszlám világvédelme, pont az, amiről ön beszél. Osama Bin Laden egy senki. Nem elnöke semmelyik arab országnak. Nem vallási vezetője a muszlimoknak. Nem kell rá hallgatni. Nincs semmilyen joga arra, hogy lázítsa az arabokat. Afganisztánt és Irakot az ENSZ jóváhagyásával támadta meg Amerika, miután terrortámadás érte New Yorkot. Amerikának joga volt ehhez. Hoppá, gondoltam magamban, íme egy befolyásos arab vezető, akivel még mi magyarok sem biztos, hogy mindnyájan egyetértünk abban, hogy a háborúhoz, mondjuk Irak esetében, tényleg joga volt-e Amerikának, hogy végül is kikezdte. És ha már Európában sem értenek vele sokan egyet, akkor el tudom képzelni, hogy mit gondolnak róla az arab világban. Minden esetre, kicsit előreugorva az időben, az interjú utánra, számomra feltűnő volt, hogy amikor távozott találkozunk helyszínéről, a külügyminiszter helyettessel ellentétben, ő bizony csak komoly testőrséggel és fegyveresekkel körülvéve szállt autóba. Bár ez valószínűleg nem annak szólt, hogy ő befolyásos bíró Jemenben, hanem annak is, hogy egyben köztiszteletben álló törzsi vezető. Eddig 420 elfogott al-Qaida taggal volt teológiai vitám, és közülük 364-et engedtem ki a börtönből. Mindegyikért kezességet vállalt valamelyik családtagja, és persze a rendőrségen is jelentkezniük kell rendszeresen. Mindegyikük törvénytisztelő ember lett, egyikük sem követett el azóta semmi rosszat. Még Osama Bin Laden testőrei sem, akiket itt fogtunk el Jemenben, pedig rájuk személyesen is hatott Osama, nem csak a tévén keresztül. Őket is meggyőztem tévedéseikről, és ma már ők is szabadok. De ön szerint nem csak azért mutatnak a terroristák megbánást, hogy kiszabaduljanak, aztán meg majd egy idő múlva pont ugyanott folytatják, ahol abba hagyták, csak most egyelőre kivárnak? Látom, önök, európaiak, ezt nem képesek megérteni. Mi arabok másképp gondolkodunk. Nem úgy kell megállítani a terrorizmust, hogy börtönbe csukunk minden gyanús arab embert, és megdöntünk minden arab rezsimet, ha az nem működik együtt velünk. Arabok millióit nem lehet börtönbe csukni, inkább meg kell változtatni a gondolkodásukat. Osama Bin Laden ellen a fejekben kell harcolni, gondolatokkal és nem golyókkal, háborúban. Hát, ki tudja. Itt van például a kampó kezű terrorista Abu Hamza, aki jelenleg angol börtönben ül. A jemeniek folyamatosan és állandóan kérik a kiadatását, de az angolok, legalábbis ezt olvasni a lapokban, egyelőre nem adják át őt Jemennek. De mondok egy másik példát is, ha már úgy is fellapoztuk a jemeni újságokat. A fotó jemeni törzsi vezetők tiltakozó gyűlésén készült. Nézzék csak meg közelebbről, a férfiak fegyvereikre támaszkodva tüntetnek amiatt, hogy egy New Yorki bíróság 75 éves börtönbüntetésre ítélte Al-Muayyad Sheikh-et, a jemenék egyik törzsi vezetőjét. A Sheikh az amerikaiak szerint pénzügyileg támogatta az Al-Qaidát. Önök szerint, ha Jemenben már az ítélet ellen is tüntetnek, akkor bölcs dolog lenne őt kiadni arab hazájának? Vagy fennáll az esélye, hogy hitári bíró őt is kiengedi majd a börtönből, úgyhogy mégiscsak inkább maradjon rács mögött Amerikába? Hát nehéz eldönteni, főleg, hogy eszembe jut Samuel Bashan, akivel múlt havi adásunk helyszínén még Izraelben találkoztunk, úgyhogy jöjjenek most velem Jemenből ő hozzá, aki egykor az izraeli kormányfő Menahem Begin testőre volt. Utána pedig egészen a közelmúltig az izraeli titkos szolgálat a Mossad bomba részlegének a vezetője. Szerinte a terrorista az terrorista, nem fog megváltozni soha, bármit is ígér a szabadulásáért cserébe. Mi normális emberek pedig ne ámítsuk magunkat azzal, hogy valaha is képesek leszünk megérteni az öngyilkos merénylők lelki világát. Érezniük kell valamit, hiszen meg fognak halni. Nekik nincs tovább, vége. Nem olyan ez, mint lakást vagy autót vásárolni. Ez a halál. Meg kell tenniük, és félnek, de nem a haláltól, hanem a sikertelenségtől.
Hogy nem sikerül. Pontosan, hogy nem sikerül felrobbanniuk. És tudja, miként növelik az önbizalmukat? Hogy fémcsavarokat tömködnek a testükre erősített bomba műanyag tokjába. Attól nyugszanak meg, hogy tudják, írtózatos kegyetlenséget fognak elkövetni. Néha 2000 anyacsavart tesznek a 12 kilós övbomba mellé. 2000? 2000! Tudja, amikor az izraeli hadseregben szolgáltam, mindig csodáltuk az amerikaiak helikopterét, mert egy Vulkán nevű gépfegyver volt rászerelve, ami percenként 1600 golyót tudott kilőni. Én katonaként a földön rohangáltam a lőszeremet cipelve, az amik meg közben 1600 lövedéket nyomtak ki egy perc alatt, de ez itt 2000 repeszt lő ki a másodperc töredéke alatt. Elképesztő pusztítás. Mintha valaki gépágyúval kaszálná az embereket. Nézze meg ezeket a röntgenképeket, nézze meg, mi történik. Tessék, ez itt egy, ez meg öt gyűrű egy áldozat mellkasában. Aha, mintha ratatatata... Pontosan! A másodperc tört része alatt. Visszatérve Jemenbe. A nyugati országok bizalmatlanságát a terroristák szabadon engedésével kapcsolatban az is növeli, hogy Jement egyértelműen korrupt országnak tartják, ahol pénzzel szinte mindent el lehet intézni. Szatmári Tibor majdnem 2 évtizedes tapasztalata viszont másról szól. Szerinte türelmesebbnek kellene lennünk, és nem felszínesen európai gőggel ítélkeznünk egy országról, amit nem is ismerünk. Jemen nem az egyedüli ország, ahol korrupció létezik. Itt van. Én azt látom, hogy a korrupciós világranglistán ott nagyon az alján vannak. Gyakorlatilag lopják a segélyeket, eltesznek szépen lassan mindent. Ki kell, hogy ábrándítsanak, mert a kedvezményezett országok között Jemen egészen jól menedzseli a segélyeket. Én azt nem mondom, hogy nem tűnnek el bizonyos források. Én azt olvasom az újságban, hogy a 120 nem tudom hányadikak a korrupciós világranglistán. Nem egészen így van, mert miközben erről olvastál, azért nagyon komoly vizsgálatok folynak azok ellen, akik tényleg beazonosíthatóan korruptnak tűnnek. Csak hogy egy kicsit árnyaljam, amit az imént a Tiborral beszéltünk a korrupcióról. Ő ugye Ahmed, hadd mutassam be, ő a mi sofőrünk, de ő hivatalosan az Információs Minisztériumnak a ránk állított ember, ő figyeli azt, hogy mit veszünk föl, leállítja, hogyha valamit fölvennénk, ami neki nem tetszik. De az első dolga az volt, amikor már egy kicsit összebarátkoztunk, hogy megbeszélte velünk, hogy béreljük ki az ő autóját, a saját autóját naponta $30, és akkor nem a minisztérium hivatalos autóját kapjuk, tehát azért zsebre dolgozik, úgyhogy a világ azért ilyen, úgyhogy van egy nagyon jó, szép autónk, az pedig még viccesebb, hogy oroszul beszélgetünk, mert az oroszok által megszállt déli övezetből jön. Ahmed! Ahmed, mondj valamit, légy szíves, oroszul a magyar tévénézőknek, üdvözöld őket, vagy ilyesmi. Hát most mit mondjak nekik? Csak javasolni tudom a minisztérium nevében is, hogy jöjjenek el Jemenbe turistaként. Jöjjenek csak a magyarok, jöjjenek! Rendben, de azért nézd bele a kamerába közben. Akkor leesünk a szakadékba. Kicsit veszélyesen vezetünk, igen. A szakadékbe persze nem estünk le, és persze nem Jemen az egyetlen ország a világon, ahol forgatásaink során zseppénzt kér tőlünk a hivatalosan mellénk rendelt minisztériumi kísérő. Szóval csak autóztunk, mentünk át katonai ellenőrzőpontokon, falvakon és zsúfolt városokon. Néztem ki az autó ablakán, kerestem a tekinteteket, és azon gondolkodtam, hogyha Osama Bin Laden valóban egy ehhez hasonló vidéken bujkál, nos, akkor már értem, hogy miért nem sikerül őt évek óta megtalálni. Meg amúgy is megoldana az bármit, hiszen ebben a szegénységben, nyomorban úgyis jönne valaki más, egy új Osama, aki rögtön a helyére lépne, mert legalábbis én úgy érzem, a globális világ vesztesei úgysem fogják tűrni, hogy nekik csak a poros utca jut, ahol a szemetet lágyan fújja a szél. Nem tudom, hogy elfogják-e, de ennek igazából lassan már nem is lesz jelentősége. Ja, mert hogy a problémát nem oldanám. A problémát semmiképpen nem oldanám. A probléma annyira mély, hogy ez messze több, mint hogy Al-Qaidáról beszélünk. Sőt, hogyha ha a véleményemet egy mondatban megfogalmazhatom, hogy ami csak mindig Al-Qaidáról beszélünk, és ezen a
ezen az úton próbáljuk megoldani a nemzetközi terrorizmus kérdését, akkor rossz úton járunk. Ez ennél sokkal mélyebb, sokkal mert ez inkább... a szegénység, a nyomor, a lehetőségek hiánya, tehát nézd, amiből a düh táplálkozik, nem? Nézd, itt sok mindenről lehet beszélni, de hogyha most már itt vagy Jemenben, látod ezt a környezetet, jemeni barátaink teszik a maguk dolgát, például a nemzetközi terrorizmus ellen. Érnek is el szép eredményeket. Otthon mi is tehetjük a dolgunkat, mások tehetik a dolgukat Londonban, Párizsban, akárhol, és egyszer majd akkor lesz eredmény, hogyha ennek az egész problémának a gyökereit kezdjük el orvosolni. Az pedig itt van, tehát ha én körbenézek és nézem ezeket a pici gyerekeket, nézem az ő mosdatlan arcukat, látom, ami itt van, hogy benne vagyunk ugye egy 50 ezerről 2 milliósra nőtt városban, körülbelül abban a 20 évben, amit te itt töltöttél, és a szemetet viszi a szél, mert ugye azt elfelejtették megoldani. Na látod? Pontosan ez az, amit a jemeniek nagyon jól megéreztek, és igyekeznek úgy megszólítani a tömegeket, a szegény embereket, az egyszerű embereket, hogy ne azok befolyásolják a tudatukat, akik rossz irányba viszik el őket, hanem azok, akik tisztességes életet tudják nevelni. Na de ugorjunk egyet. Hát a londoni történetet, hogyha mellé tesszük, a londoni robbantásoknak az elkövetői második, harmadik generációs brit állampolgárok. Egyik sem marad. Akkor miről beszélünk? Hát azért ezen mondjuk vitatkoznék, tehát ott azért olyan szomáliai volt, aki 92-ben jött át Szomáliából, vagy mondjuk esetleg már második generációs, de még mindig van ide kötődés, és néha ide hazajön. Hát persze. És látja, a pakisztáninak is van. És látja, hogy mi van az ő országával, látja az ő rokonait, pontosan. Látja az egész helyzetet. Pontosan. Tehát lehet, hogy még dühösebb, mert jobban látja, hogy milyen lehetne. Mert Londonban él. Pontosan, és azért van az, hogy ha mondjuk erről a kérdésről beszélünk, és ennek a kérdésnek a megoldásairól beszélünk, akkor nem biztos, hogy azt kell megcélozni, hogy eljövünk egy országban, ahol szegénység van, ahol látszólag aszfaltozatlan az út, a gyerekek mezitláb járnak, és ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy na, akkor itt potenciálisan lehetnek olyanok 100-ból egy vagy 1000-ből egy, aki mondjuk a terrorizmus áldozatává válhat úgy, hogy meggyőzik. Hát akkor túl egyszerű lenne a dolog. Másképp látjuk. Tehát te csak Jement nézed, Jement véded bizonyos értelemben. Nem védem, nem, én meg ezt egy példán, magukat, de én ezt egy példának tekintem. Mert ma Jemen, most már Jemen egy kicsit jobban állt, most így akkor van. Hirtelen Csecsenföld. És majd akkor átment a kérdés Dagesztánba, onnan átment Pakisztánba, most már megint visszament Afganisztánba, mert hiába csináltak rendet 3 éve, kezdünk ugyanott tartani Afganisztánba, amit 3 éve tartottunk. Aztán átmegy Szomáliába, aztán megy Szudánba. Tehát a helyzet olyan a világban, hogy mindig lesz valakit, akit a rossz megtalál, mert mezitláb indul neki a világ. Na most ez egy olyan probléma, amit most így felvetettél, ez nagyjából így is van. Na most ez a probléma, ez nem nem csupán a terrorizmus kérdése, hanem egyszerűen a szegénység általánosságban, a szegénységgel összefüggő problémák, és amit ez a globális ez egy szegénység felszínre hoz. Így van. Az más kérdés, hogy vannak olyan országok, vannak olyan helyek, ahol a szegény embert, azok, akik rossz irányba akarják őket terelni, könnyebben meg tudják győzni, könnyebben el tudják vinni rossz irányba, mint másutt, és akkor ebből kialakulhatnak nagyon tragikus dolgok. Ez kétségtelen. Magyarul az a vége, hogy jobb, ha arra számítunk, hogy ha elfogják Osama Bin Ladent fél év ma, ha nem, ez a probléma ez itt lesz körülöttünk. Tamás. Ebben én azt hiszem, hogy egyetérthetünk. Lehet, hogy lélektanilag sokat jelentene a világnak, hogy elfogták, de összességében, mint az előbb mondtam, a problémát nem oldja meg. Hát, ennyi volt mára. Köszönöm szépen, hogy ismét megtiszteltek figyelmükkel. 1 perc már megtudják, hogy mi lesz 1 hónap múlva, mi lesz akkor a téma. Most megköszönöm még egyszer a figyelmüket. Írjanak nekünk e-mailt, keressék fel honlapunkat. A fórum részben munkatársaimmal várjuk a véleményüket, vitassuk meg tényleg, hogy mit gondolnak mindenről, amit ma este láthattak. Viszont látásra 1 hónap múlva, ugyanitt, ugyanekkor. 1 hónap múlva Frey Tamás elviszi önöket olyan francia, angol és belga műkereskedőkhöz, ahonnan manapság a magyar aukciós házak vezetői vásárolnak.
mert akármilyen furcsa is, nyugaton manapság sokszor olcsóbbak a műkincsek, mint Magyarországon. Hogy lehet ez? És miért tűnik el rengeteg festmény és műtár úgy Kelet- és Közép-Európában, hogy aztán tisztára mosva nyugaton bukkanjon föl? Nyomozók, műkincstolvajok, csempészek és festményekkel zsúfolt kastélyok egy hónap múlva itt, a Freidossziéban.